A vígjáték szabályait követve, az, hogy a két faszi is márol egy filmbe, az túl van egy bizonyos határon. Az alaphelyzet az, hogy látunk egy meleg palit. Történik vele valami, aminek a hatására elkezdenek neki tetszeni a nők. És amikor ő rájön, hogy elkezd hetero lenni, akkor megpróbálja visszacsinálni az egészet, és megpróbál meleg maradni. És elmondogatja magának, hogy meleg vagyok, és az összes sztereotípiát megcsinálja, ami ellen küzdött, és amiről állított, hogy a melegek azok nem ilyenek. És az összes sejpítést, nyávogást, minden hülyeséget megcsinálja, csak hogy győzködje magát, hogy ő tulajdonképpen meleg. Nem ez az alap vagy a megszokott, hanem általában heteropalik jönnek rá egyszer, csak hogy ők tulajdonképpen melegek. Ez annyira szokványos történet, hogy akarunk csinálni egy vígjátékot, akkor kell egy jó alaphelyzet. Természetesen ez egy érzékeny téma, és mint egy érzékeny téma, rizikós. Ez nem egy bejáratott dolog. Egy olyan témát érintünk, ami mindig tabu. Ez egy nagyon melegpárti film, igazából másságpárti film. Arról beszél, hogy légy bárki. Az a lényeg, hogy önmagad vállalt. Tehát én abban biztos vagyok, hogy nem támadást fognak mögötte sejteni, hiszen egyértelmű lesz, hogy nem az. Az, hogy egyetem melegek vannak filmekben, az egy tök újkori dolog. Tehát a régi filmekben nem voltak ezek a szereplők. Nehezebb bevinni a heterókat egy olyan filmre, amiben melegek vannak, mint mondjuk egy olyan, amiben hősök vannak és lövöldöznek. Olyan színész, aki meleget játszott nagyon jól, a Sean Penn játszott a Milk című filmben egy meleg palit. Az alapvető állítás az, hogy a melegek nem azok, akik itt színálnak, meg össze-vissza nyávognak, meg személyiségzavarosok, meg mindenféle ilyen hülyeség van bennük, hanem én viszonylag sok meleg palit ismerek, és tulajdonképpen normál középhangon beszélnek, ugyanúgy, mint akármelyik hetero. És a Sean Penn talált egy nagyon-nagyon vékony határt, amiben egy nagyon picit nőiesebb volt, de tulajdonképpen lehelet nyit, hogyha akarod észreveszed, akarod nem. És hosszabb legyen, tehát abban benne kell. Jó, oké. Jó lesz. De egy homoszexuális csók sem fog elcsattanni. Hogy magyaráznád ezt az óvatosságot? Nem óvatosságnak gondolom. Számomra inkább az emberi viszonyok a fontosak. Egyszerűen nem tartottam ezt egy kardinális dolognak, és nem óvatosságból döntöttünk így, hanem azért, mert én ezt így gondoltam. Ennek a történetnek is nagyon fontos része a testiség, de nem, ezt ötletesebb módon fogjuk megoldani. Jelen lesz, de nem feltétlenül látjuk. Minden újságíró mindig, minden esetben megkérdezi, hogy fogsz-e csókorozni a Karajos Gáborral. Tehát, hogy ez valahogy annyira központi téma, és mindig elmondom, hogy nem. A vígjáték szabályait követve, az, hogy a két faszi is márol egy filmbe, az túl van egy bizonyos határon. Tehát egy vígjátékban, hogyha verekednek, akkor Bud Spencer és Terence Hill, mindig van egy csomó verekedés, de nincsen benne vér, nincsen benne eltört orr. Igazából kíváncsi vagyok, hogy fogadják az emberek, és mindenképpen azt gondolom, hogy így vagy úgy fogadják, de ez mindenképpen egy görcsoldó lesz. Én olyan úgy örülnék neki, hogyha ez egy természetes dolog lenne. Egy ilyen vígjáték nem szítana elképesztő vitákat például. Azon, hogy egy vígjátékban megmutatni azt, hogy két faszi együtt ér, és akkor nézegetnek egy képet, az egyiknek tetszik, másiknak nem, az belefér, és hogy ők dumálnak együtt, meg együtt szállnak az autóba, meg tudjuk, hogy együtt élnek. Az, hogy már látnánk őket konkrétan valamiféle akcióban, az azt gondolom, hogy az és nem csak a magyar társadalmat, általában a többségi társadalmat, az úgy valahogy nagyon taszítja. Ilyen intim együttlét két férfinál, hogy eljutunk-e oda, vagy nem, azt nem tudom. Az, hogy két nős már róla, az gyakorlatilag bármikor, bármilyen filmbe elmegy. Tehát, hogy